Halihó, hello, sziasztok! Hoztam nektek egy avonos csomagot. Így néz ki. Ez most ilyen kicsike. Ez még a május utolsó rendelése. Jaj, ez a katalógus az. Ebből a katalógusból van. Ez az utolsó rendelés. És akkor ki is bontam. Nézzük meg, hogy mit tartalmaz. Remélem a körmömet nem szakítom le vele. Mindjárt. Órák kérdésre is képeszek. Haj. De nehezen megy. Így hétfő reggel. Délelőtt. Na. Ez mi az összenet? Ez mi? Jaj! Az illattasak. Na jó. Megyek sorba. Jó, az első vásárlómnak kellett egy önbarnító. Ez. Isteni finom illata van. Én régebben használtam. Most már megint a júniusit fogom meg. A májusi katalógus 167. oldalán volt megtalálható. Ezek a napozós termékeink. És akkor ez a szélső itt, ez az önbarnító, 1800 forintos áron volt kapható májusban. A következő szemöldök ceruza kellett neki. Szerintem igen. Ez, aminek az egyik vége ilyen kis kefés, tudjátok, amivel meg lehet igazítani a szőrszálakat. Igen. Tehát ez a fajta, aminek itt a végén van ez a kis cucmuc, és akkor ebbe a színbe kérte, ami a Dark Brown névre hallgat. Itt van. 1699 forint volt. Ide rakom egy helyre az övékét, és akkor neki kellett még egy lila körömlak. Az itt van. 115. oldalon volt. Ugye meg is mutatom nektek, hogy melyik szín. Itt voltak 9,99-ért a 60 másodperces körömlakok, és nem tudom, mennyire látszik, ez a ultraviola? Igen, ultraviolet, árnyalatú, sötét lila, de ki is cuppantom nektek. Gyere, benyúlok egy ilyen kis valamivel, hogy leszakítsam ki a dobozzát. Oh-oh! Nézzétek! Ez nem az. De várjatok, mert kellett másnak is körömlak, azt hiszem. Igen, kellett másnak is körömlak, akkor ez nem az ultraviolet. Egyébként meg is nézhettem volna, ha ez fuchsia. Jó, most egy kicsit meglepődtem, de itt a másik, jó. Itt a másik, és akkor igen, ez már ultrabája lett, jó. Most már, oké. Wow! Jó, de jó színe van. Nézzétek! Wow! Nagyon jó színe van. Nagyon szép színe van. Na, úgyhogy akkor ez lesz, na, össze ne keverjem akkor a másikkal. Jó. Ez volt az egyik vevőm. A következő, neki ilyen melltartó kellett volna, ez az Una melltartó. 139-en volt ez a fajta. Nekem is van ebből, most is az van rajtam, a feketéje. Én imádom. Imádom ezt a mellt. Sport melltartó, tehát nem kapcsos. Van benne egy vékony kis szivacska, amit ki is lehet szedni természetesen, de annyira kényelmes, hogy ez valami fantasztikus. Nagyon-nagyon szeretem. És szeretett volna venni egyet, azt hiszem, hogy bézs színbe. Igen, ebbe a nude színbe, de sajnos készlet hiányos volt, úgyhogy majd hát reméljük, hogy fog érkezni hamarosan. A következő vásárlómnak kellett egy testápoló, ami az 58. oldalon van, és még mellé
a Little Black Dress illatú parfümös testápoló, 1000 forintos. Itt van, 1000 forintos áron volt elérhető májusban. Ezt külön teszem, akkor hogy tudjam, hogy ez az övé. Aztán neki kellett a körömlak. Akkor ez a fuchsia. Ez a Fun and Fuchsia. Úgy van írva, Fun and Fuchsia. És ennek, hát igen, azért ennek teljesen más színe van, ez azért nem lila. Jó. Szintén ugyanúgy 1000 forint, mint a másik. Volt egy hajsúlyűség növelő hajs, azt mondom, várjátok, azt mondja, hogy Aha. Ez a hajsűrűség növelő, öblítés nem igénylő pakolás. Ezt én is használtam, és valóban működik. Úgyhogy ezt tudom ajánlani. És ez 1000 forint volt. Így néz ki. Miracle Densifier. Inkább nem mentem volna ebbe bele. Szóval ő az. Ilyen kis krémet nyom ki. Nem ez a szétszórja, az a permetes, hanem ilyen krémet nyom ki, és akkor... másik pedig a borító hátulján, ami volt, kellett neki egy polished rose árnyalatú lux rúzs. Ez itt a negyedik a listában. Ez a halvány színű. Egyébként ugyanaz van kinyitva is. Ez ugyanaz. És itt van, meg is jött. Polished rose, igen. Tehát ez a lux rúzs. 1599-ért volt, májusban elérhető. Jó. Igen. Kellett, akkor van egy másik vásárló. Neki kellett egy hajkefe. Ezzel csörögtem itt. Ez idáig. Mert hogy ilyen csörgős kis zsacskóban van, és ez a párnázott hajkefe, tudjátok. Na akkor ez a harmadik stúl, vagy nem is tudom, hanyadik itt. Jó, oda tesszük. Meg is mutatom nektek, 146. oldalon volt. Itt vannak a haj kis eszközök, hajápolók, vagy hát na, mik ezek? Fésűk. Na mindegy. Melyik volt ez? Hajkefe. 1900 párnázott hajkefe. Ez. 1999. A másik, most azt néztem, hogy mi a különbség a másik meg e között, de a másik azért drágább, ez fémsört, és ez pedig műanyag. Most nem is tudta, hogy van közt ilyen különbség, hogy most az egyiknek műanyag sört, azt hiszem, mindegyiknek műanyag van. Na mindegy. Jó, neki kellett még egy testfermet, ami a 175. oldalon van. Ez a cseresznye virág és orchidea illatú Blooming Beauty. Ez itt. Itt ennek volt egyébként illatosított oldala is, biztos megszimatolta és megtetszett neki. Úgyhogy Blooming Beauty Body Mist Test Spray. Aztán Real Pearls, ami az 59. oldalon van, ez a női parfüm, Real Pearls, és ez egy ilyen parfümpermet, tehát ezek nem az eredeti parfümök vannak benne. Ugye eleve 75 ml, tehát jóval nagyobb, mint egy parfüm, az 50-es szokott lenni, és ezek ilyen parfümpermetek, tehát higította. Nyárára egyébként sokan ezt szeretik, hiszen nem az a nagyon erős, tolakodó, markáns illata van, hanem tényleg csak olyan kis lágy, de mégis viszi az illatot. Úgyhogy ezt kérte, 1699 forintért voltak itt a katalógusban. Jó. Következő pedig egy... Na ez mi? Ja, ez a izéke. Igen, ez az a 112. oldalon, ez az ajakápoló, vagy rúzs, vagy mi ez? Ajakrúzs. Ajakrúzs. Ebből a második oszlopban lévőből kellett a Totally Twig, de alulról a második, ez egy ilyen barnás árnyalatú rúzs. Jó, ide neki ide tesszük. Jó. Ennyi volt.
Ő, aztán jön a következő vásárló. 185. oldalon vannak ezek a kis csajos, kislányos kozmetikumok, és akkor itt vásárolt egy olyat, hogy tus fürdő, amelyiken az Olef van, vagy Olaf, vagy hogy kell kimondani, ez a hóember gyerek. Hóember gyerek, jó. Tehát ez van rajta, ez volt 1199 forint. Jégvarázsos tusfürdő. Igen. A másik, ami kellett neki, az jégvarázs sampon és balzsa, ezen meg a szőke csaj van. Talán ez az Elza, ugye? Nem tudom, mindegy. Ez a sampon és balzsam egyben, kislányoknak. Kellett egy lámás habfürdő, ami egyel arrébb van. Ez a kis gombóc. Ez 999 forint, ez epres illatú bubis fürdő, habfürdő. Akkor egy... Hol van? Lámás krémtus fürdő. Ez is epres illatú. Ez a lámásos. Ez 999 forint volt. Van a gyerekeim, sejtettétek? Aztán, igen, illatpárna neki kellett. Kettő darab illatpárna, mindjárt meg is mutatom, a 135. oldalon volt szellelhető új kiszerelésben, vagyis hogy új, hát igen, új külsővel jött ez a pamut illatú, illatosító család, és akkor ebből kellett neki az a kis illatosító zsák, tasak, illatpárna, 1999 forintos áron volt kapható, ő ebből kért kettőt. Iszonyatosan jó illata van egyébként. Nagyon jó kis, ilyen kis frissesség illata van, tudjátok. És akkor hozzá tartozó illatviasz még, ami kellett neki. Jaj, várjatok, már annyira billeg ez a füzet. Ez is 1999 forint volt. Ez az illatviasz. Aha, ezt is érezni itt a lukon oldalt. Jó. És ugye voltak ezek a gyereknapi ajánlatok, és akkor annak keretén belül volt egy ilyen kaparós füzet. Most nincs is itt ez a gyereknapi szórólap. De tudjátok, az a füzetke, ami ilyen varázsos, mert 1290. Tudjátok, hogy feketék a lapok, hát nyilván nem fogom kipróbálni. Ilyen fekete lapok vannak benne, és ahogy rajzol rá, ceruza nincs hozzá. Ja, de itt van benne ebbe a spirálba. Ilyen kis fapálcika. És azzal a pálcikával lehet karcolni ezeket a fekete papírokat, és ilyen színjátszós alatta a papír, és akkor úgy rajzol gyakorlatilag a gyerek, úgyhogy nagyon kis szép, meg jó kis dolog, nagyon kis ötletes. Meg kellett volna neki egy amőba játék, de mivel utolsó nap adta le a rendelését, sajnos az amőba játék már elfogyott. Igen. Oké, úgyhogy ennyi lett volna a május utolsó rendelése, amiket a vevőim kértek. Örülök neki, hogyha itt voltatok, és tetszett, és megnéztétek ezt a videót, legközelebb találkozunk. Puszi nektek, sziasztok!